Annak ellenére, hogy az időjárás nem volt kegyes a múlt hétvégi Péceli Bogár találkozóhoz, aki ott volt a sok kiváló programnak, élő koncerteknek, autós felvonulásnak köszönhetően jól érezhette magát. A Péceli Szeptemberfest részeként lebonyolított hagyományos bogár találkozót immár 7. alkalommal rendezték meg. Az új helyszínen a Topolyosban a polgármester köszöntötte a pécelieket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a bogarasoknak, különösen Szepes Gábornak, hogy ismét megtisztelték a városunkat ezzel a rendezvénnyel. Már-már ikonikus személyiségnek számítanak. Köszönöm szépen a sörsámánoknak, hogy ennyi motorral eljöttek és örvendeztetik a gyerekeinket. Köszönöm a Pécel Dozsónak a közreműködését, Bota Henriéknek és mindenkinek, aki ma hozzájárul ennek a mai rendezvénynek a sikeréhez. Azt kívánom a főző csapatoknak, hogy egy nemes versengésben méretessék meg magukat, és minél több ízletes ételt tudjunk kínálni az itt megjelenő embereknek. Köszönöm a Kővár Imi bácsiéknak külön megint a kitelepülést. Mindannyiótoknak kellemes szórakozást, és jó napot kívánok. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg tehát a város első embere a bogár találkozót, amelyen sörsámánok és gyermekmotoroztatás, a Péceli Dojo is várta kilátogatókat. Utóbbinak nyilván ez a kisfiú is örült, és bár a főzőverseny fő termékét, a töltött káposztát nem szerette, azért jól érezte magát. Tudod-e, hogy mit főznek itt a felnőttek? Töltött káposztát. És te szereted? Nem. De neked mi a kedvenc ételed? Hát, a kedvencem a milánói. És miért? Mert a papa olyan ügyesen csinálja. Még papa olyan ügyesen csinálja. De azért megkóstolod a töltött káposztát? Igen. A Topolyos területén egyébként idővel szabadidőparkot és futópályát is kialakítanának, de a faültetést is tervbe vették. A részletekről a város első emberét kérdeztük. Hát először is szeretnénk bejáratni ezt a helyszínt, mert ez az egyetlen olyan nagy fejlesztésre váró terület, amely alkalmas arra, hogy egy igen nagy számú ember tömeget befogadjon és lekezeljen. Itt Temérdek menekülési út kínálkozik, ami ne adj Isten, ha valami probléma történne. Másrészt pedig sokkal kevésbé zavarjuk a környező lakosságot az itteni hangos rendezvényekkel, mint hogyha a városközpontba, ami egy töltsérként működik minden esetben. Egy kicsit elromlott az idő, de ez nem zavarja az itt lévőket, mert most lett kész a töltött káposzta, nézik a színpadi produkciókat is. Mire számíthatnak még a mai napon? Jó időre. Nagyon bízom benne, hogy az idő meg fog változni. Másrészt egy nagyon színes programmal készültünk erre a 7. megtartott bogár találkozóra, ugye immár a 7. alkalommal kerül megrendezésre. Este 6-tól már koncertek kezdődnek, most jelen pillanatban a Pécel Dozsó bemutatójára várunk. Színvonalas, kedves műsorok, az emberek érdeklődőek. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények azok, amik igazán előre viszik a várost. Itt lehetőség van egymással megismerkedni, személyesen, nem csak írogatni egymásnak a Facebookon. Ha problémánk van, meg tudjuk beszélni egymással, tehát ilyenből kellene szerintem több. Milyen fejlesztés van erre a területre? Hát most elkészült a telepítési tanulmányterv, amelyet talán a napokban már meg fogunk ismertetni az itt élő emberekkel. Itt gyakorlatilag egy fejlett szabadidőparkot szeretnénk megvalósítani, egy mesterséges tóval, futópályával, fásítva, most csatlakoztunk ehhez a 10 millió fa típusú mozgalomhoz, és örömmel mondom, hogy talán az első faültetések egy nemrég született hármasiklek tiszteletére lesznek, és ezt követően minden megszületett gyermek itt kap egy helyet, ahol egy kis betontömbön a táblával jelezzük, hogy ez az ő fája. Ez a terület nagyon alkalmas erre, változtatási tilalom van érvényben Pécelen. Van-e ennek már valami tapasztalata, hogy bevált-e? Hát igen, többek között ez a terület is érintett a változtatási tilalommal, ugye a patak partja várhatóan be fog épülni. Nem tudom, hogy ez, tehát magántulajdonban van, tervek készültek rá, sok lakás épülne fel a patakparton. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy akinek az érdekei ezt kívánják, belátja, hogy nagyon sokat fejlesztett már itt Pécelen, hogy szüksége van a városnak egy olyan közparkra, mert eddig mindig csak megszűntek meglévő közparkok. Végre alkossunk is valamit, ne csak beépítsünk.
Pécel megtelt, ugye ezt már nagyon sok helyen meghirdettük, gyakorlatilag amikor reggel mondjuk csúcsidőben a Pennytől 40 perc alatt lehet elérni a nullás körforgalmáig, ennek a városnak a sorsa ebben a szituációban meg van pecsételve. Éppen ezért el is indítottunk a KTI, a Közlekedés Tudományi Intézetet felkértük egy tanulmányterv kidolgozására, amivel település szintű közlekedési tervet lehet kidolgozni, hisz az utcáink javarésze alkalmatlan a kétirányú forgalomra, 3,5 tonnás forgalomnál nagyobbat, ugye csak a szolgáltatók esetében szeretnénk ráindítani. Óriási problémát jelent, mint a legtöbb településen, ha új utca készül, akkor azonnal mesterségesen kátyúsítani kell, mert száguldoznak az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy a fejekbe kellene először rendet teremteni, itt egy közösség él. Annyit várjunk el a közösségtől, amennyit mi magunk hajlandók vagyunk tenni érte. Miközben 6 csapat legpárjai versenyeztek, és a kóstoltatás is a nagy érdeműt szolgálta, a főzőversenyen indult 8 csapat tagjainak töltött káposztát kellett készíteni. A finom étekben bárány és vathús töltelékek is előfordultak. A főzőverseny zsűri elnöke szerint felkészült versenyzők mérték össze főző tudásukat. Teljesen mindegy, hogy milyen térségből, milyen tájegységről hozták a töltött káposztát. A lényeg az, hogy töltve legyen, lehet fehér, savanyú káposztából, fehér káposztából, tehát különösebb kiírás nem volt. Lényeg az, hogy készüljenek el időben. Mi volt többségben, az édes vagy a savanyú káposzta? A savanyú káposzta volt sokkal több, talán a 8 csapat közül 2, aki fehér káposztával dolgozott, de az előzetes jelek szerint annak is nagyon finom íze van. Mi a jellemző a töltött káposztára, hogy milyen tölteléket használnak a versenyzők? Van-e valami különlegesség az idén? Igen, vannak különleges töltelékek, mert van, aki bárányt tesz bele, van, aki vathússal készíti, van, aki csak sertéssel, van, aki vegyesen marhahús, sertéshús, tehát többféle variáció létezik. Ez a bárányhúsos nekem is egy kicsikét újdonságnak tűnik. Mi a nehézsége így a bográcson és fatüzeléssel főzött káposztának? Mire kell figyelni ön szerint? Hát itt arra kell figyelni, és nagyon sok csapatnál szóltunk is, hogy ez le legyen takarva, mert ha nincs letakarva, akkor nem föl meg rendesen a töltelék, ugye a tetején van általában. Nagyon érdekes feladat, tehát nagyon jó dolog ez a töltött káposzta bográcsban. Mennyire gyakorlottak a versenyzők? Én úgy láttam, hogy nagyon profi módon dolgozik minden csapat, és felkészültek, úgyhogy... Önnek volt-e valami olyan különlegesség, amire azt mondta, hogy na, ilyet még talán nem kóstoltam? Hát nem, mert én azért elég régóta vagyok a szakmában, és mindegyiket ismerem. A paradicsomosat, a paprikásat, a pörkölt alaposat, tehát mindegyiket. Ilyen egyedül ez a többféle húsból készült, ez egy jó dolog. Tehát ezt érdemes bevezetni máshol is, nem csak sertésből. Mi a jó töltött káposztának a titka? Hát többször mondtam már, hogy töltött káposztát, ha 100 ember főz, akkor az 100 féle. Tehát olyan nincs, hogy csak egy töltött káposzta jó, hogy ennek titka legyen. Mindegyiknek külön megvan a titka, hogy van, amelyiket paradicsommal készítik a szabolcsi tájegységen, van, amelyiket pörkölt alappal a Dunántúli részen. Mind a kettő a maga nemében jó. Önnek mi a kedvence? Én füstölt hússal szeretem pörkölt alappal, és egy olyan úgymond furcsasággal, hogy a sűrítésnek nem használok lisztet, hanem a káposztába, amikor elkészült, kivettük a töltelékeket, akkor egy pici rizst szórok bele, és az sűríti bele föl, és a rizs fogja megsűríteni. Tehát nincs benne liszt, nincs ez a hagyományos ilyen kenőszerű mártás a töltött káposztának. Ez az én kedvencem. Lekvárok is versenyeztek az idén. Milyen ízű lekvárok jöttek? Igen, 6 csapat volt, 6 lekvárt kóstoltunk meg. Hát mindegyik a maga nemében egy érdekes dolog volt. A legérdekesebb volt, és lehet most elárulok titkot, külön díjat is fog kapni.
Silva lekvár, ami forralt borral van ízesítve, avval készítették, ez egy ilyen különlegességnek tűnik. Ha jól emlékszem, akkor a barack lekvár az a nyerő a hat közül, de volt málna lekvár, volt répa lekvár, sárga répa lekvár, tehát minden különlegességek voltak. Maga nemében mondom még egyszer, hogy mindegyik nagyon érdekes volt, de voltak különbségek, tehát tudtunk különbséget tenni, ez a lényeg. A bogár találkozó résztvevői között sok színes egyéniség is feltűnt. Lacinak már eddig is sok autója volt, közöttük Volkswagennek is, és mint mondta, a kempingezéssel szocializálódott. A szívéhez közel álló mikrobusz már 45 éves és szinte mindennel felszerelt. Mert ő a szerelmem. Kész. A number one Volkswagen. Ennyi. Volt már ilyen autója? Ilyen nem, minden egyéb típusú volt, köztük Volkswagen is, viszont a 70-es évekből ragadt meg, még megboldogult gyermekkorunkból, akkor is már ráncosodtam, és Skoda mikrobuszunk volt, Fater azt alakította át kempingbuszra, gázfőző, függöny, Junos TV, fekete-fehér, tehát színes, szivorgyújtóról működő, kannákkal, mi egymással is úgy szocializálódtunk a kempingezéssel. Viszont ez társult a Volkswagennel, eltelt 30 év röpke, ugye ez észre sem lehet venni, és így döntöttünk, hogy ő áll a szívemhez közel. Mit lehet tudni az autóról, mennyi idős? Hát ez az egy szerencséje, hogy, vagy az enyém nem, hogy fiatalabb tőlem, tehát a 45 éves. Úgyhogy nem egy-két évvel, de fiatalabb. Az első típusa már 52, tehát 67-től 79-ig gyártották, az enyém ugye 74/75-ös évjáratú. Milyen átalakítást végzett rajta, hogy komfortosabbá tegye? Miért nem? Hát ez felsorolni képtelenség. Tehát szegénykémet újra kellett olyan értelemben tervezni, hogy a következő 40 évre. Hagyhattuk volna eredeti állapotában, de már az előző tulajdonosok is dolgoztak rajta, ezt kellett kijavítatni. Tehát kapott egy teljes körű karosszériázást, fényezést. Ez a megmentése, a motorhoz még nincs hozzányúlva, 576 ezer kilométer van benne, úgyhogy nem volt fődarabcsere, mókolás. Ami a komfortot illeti, toalett, zuhany, szellőztető tető, előtető, sátortető, biciklitartó, csomagtartó, egyéb ilyen nüanszok. Van-e még valami, amit tervez rajta elvégezni, hogy valamit még szeretne rátenni, beletenni, köré tenni? Csak annyit mondok, hogy igen, de. Tehát ez olyan lista, hogy nem kezdenék bele. Hogyne? Ez egy folyamat. Akkor ezt nem lehet befejezni? Nem. Nem, ez soha nem lesz befejezve, max abba hagyva. Amikor elmegy egy ilyen autóval az arcokon, akik körülveszik az autót, mit lát, mennyire tetszik nekik, mennyire fogadják el ezeket a régi autókat, illetve ezt a fajta autót, Volkswagen? Nagyon szép a kérdés, és jó, mert pont őróla van szó, minden másra is vonatkozik, de az ő esetében, mert Esztikéről beszélgetünk, a rendszám alapján is így hívom a kedvesemet, tehát Joker a saruszíját nem véheti annak a széles mosolynak, amit az emberekből kihoz. Tehát ez úgy, mint most önből is, hogy tényleg fülig ér a szájuk, és már azért megért. A családban hol van a helye? Első előtt. Mindenek előtt ő van, ővele foglalkozunk, hamarabb fürdik le, mint én. Igen, emiatt most nem is jött a család többi tagja, mondjuk nem érnek rá, de szoktunk Balatonra menni, külföldre, az országot járjuk vele. Tehát nem kiállítási darabként van, hanem bizony be van fogva arra, amire annak idején megtervezték. A bogár találkozót 2020-ban is megszervezik.